Nem csak az egyik legforgalmasabb, állami kezelésben lévő főút, de a buszmegálló, az árkok és a járdák is megújulnak Gyömrön. Városunk egyik legrosszabb állapotban lévő főútjáról volt szó. Nagyon sokan, akik keresztül autóznak Gyömrön, láthatták, hogy iszonyan szép volt esve az út, teljesen tönkre volt menve a burkolat, és ez egyértelműen indokolta azt, hogy ez legyen az útszakasz, ami elsőként megújulhat a városban. Úgy látjuk, hogy nem csak a burkolat, hanem a buszmegállók is megújultak. Valóban a beruházás keretében a buszmegállók is, illetőleg jövő tavasszal pedig az árkok, járdák egy része is megújul majd itt a főút mellett. A gyömrőiek állami támogatást kaptak a kormánytól, ennek köszönhetően a 100 milliós állami forrásból egy híd felújítására is jut majd összeg. A kormányzat külön támogatásából kaptunk 100 millió forintot ennek az állami közútnak a felújítására. Ennek hozzávetőleg a felét már elhasználtuk a most látható aszfaltozásra és az úttesttel kapcsolatos beruházási munkarészekre. A fennmaradó másik felét ennek a támogatási összegnek, további nagyjából 50 millió forintot, pedig az út mellett lévő árokszakaszoknak, járdáknak, kocsibehajtóknak és a híd felújítására, ami az útszakaszon található, ennek a fedezetére fogjuk fordítani. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a 100 millió forintot meg tudtuk kapni. Ebben hatalmas segítséget nyújtott számunkra térségünk országgyűlési képviselője, akinek a munkáját és segítségét ezúton is köszönöm. Várhatóan mikor végeznek ezzel a komplet felújítással? Hát az útfelújítás tekintetében nagyon szorított minket már így is az idő, éppen hogy a télbe által előtt el tudtuk végezni az aszfaltozási munkákat, a fennmaradó munkarészeket pedig tavasszal fogjuk majd elvégezni.